Az ország minden tájáról, tíz megyéből érkeztek vállalkozások, szervezetek, alapítványok, munkatársai csütörtökön az egyik sóstói szállodába, ahol az Európai Bizottság támogatásával rendezett szakmai konferenciát számukra a Primum Alapítvány a mikrohitenezés jelenéről és jövőéről. Az aktualitását az adja, hogy a Primum alapítvány Magyarországon elsőként nyerte el azt a tanúsítványt, amit az Európai Bizottság bocsájtott ki azoknak a mikrofinanszírozó szervezeteknek, akik megfelelnek az európai mikrohitelezési és beszámolási szabványnak, és magának a workshopnak a célja, hogy a ez során megszerzett tapasztalatainkat átadjuk az országban lévő hasonló mikrofinanszírozó szervezeteknek, illetve hogy segítsük őket is, hogy fel tudjanak készülni arra, hogy ennek a tanúsítványnak megfeleljenek. Azok a részevők, akik később meg szeretnék szerezni ezt a minősítést, segítséget kaphattak a belső kontrollrendszer és kockázatkezelés területén, hogyan tudnak megfelelni a szabványnak és a követelményeknek. Az egyik előadó a belső ellenőrzés jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ők még az elején járnak, szerintem most, ha meghallják ezt az előadást, akkor szembesülnek vele, hogy mennyi feladatnak, mennyi kritériumnak kell eleget tenni, és ez nagyon komolyan nézik is a minősítésen, tehát nem csak egy formális, tehát valóban egy gyakorlatban működő. Megvan ennek a célja, itt ez hitelezésről szól, tehát ahol van, akkor itt biztos, hogy kockázatok vannak, és finanszírozást befolyásoló, tehát nagyon fontos, hogy ezt alaposan és minden folyamatban fel. Tárják, hogy hol lehetnek kockázatok, és azt megfelelően kezelje a szervezet. A Primo Alapítvány 1992 óta nyújt mikrohiteleket, az azóta eltelt 27 évben több mint 5000 megyei vállalkozásnál helyezett ki 15 milliárd forintot is meghaladó összeget, és jelenleg is nagy az érdeklődés ezen konstrukciók iránt. A helyi mikrohitel országosan szinte egyedülálló módon agrárvállalkozások, családi gazdálkodók és őstermelők számára is elérhető. Jelenleg három konstrukció áll a vállalkozások rendelkezésére: a banki kölcsönökkel szemben azért előnyös, mert gyorsabban hozzájuthatnak az igénylők, és a kamaton kívül nincs más rejtett költsége a mikrohitelnek. A tavaly évben valamivel kisebb volt az érdeklődés a mikrohitel iránt. Ennek a szakemberek szerint az lehetett az oka, hogy megjelentek a piacon a nulla százalékos hitelek, illetve a vállalkozók a visszanemtérítendő támogatásokból várták. A Primo alapítvány a nemzetközi és projektpartner keresésben is segít, illetve tájékoztatást ad arról is, hogyan juthatnak a vállalkozók hazai és nemzetközi forrásokhoz.